Csá népek! Hol átmentes szöveget kívánok! Hoztam egy szakasz balhét, mint tudjátok, egy ideje benne vagyok már a 2MBZ klánba. Jelenlegi szakasztársam Vergilius Tesa, nekem csak Vergi, ő jött a T150-nel, én meg kódorgok a KV85-ömmel, ezt a 6-os heavy-t, ezt nagyon szeretem, meg szoktunk is vele egy pár jó csatát menni. Ez is jó lesz, mert hozzuk a papírformai hevízős mutatványokat. Top tíresek vagyunk Ruinbergen, vagy hol a pöcsbe. Na nézzük, KV85. 170-es pen, 250-es alfa, a goldunk az 210-es pen, 250-es alfa. Szokásos heavy sor, én majd megvárom, míg Vergi jön. Hát jön a T-34-85M, oké. Okay. Jön majd a 6-os heavy is, Japánba. 6-25-nél töltünk újra. Csak én közben azt hittem, hogy már ezt a tetves KV, vagy a T-34-85-öt ellőtték. Nem lőtték el. Én meg lepattanok. Oké, okay, rendben. És sajnos, hogy gyorsabban tölt, mint én. KV85-tel nem nagyon fogjátok lepattintani, még az oldalát sem, viszont most már nem fogom elrontani. Kapott is egy orbitális 262-t. Jó, megoldották. Van egy VK30, van egy M4-es Sherman. Adtam is neki mindegy 268-at. A Vergi is már itt van mögöttem. És jó lesz ez. Én egy darabig most itt igazából nem azt, hogy nem csinálok semmit. Vergivel megbeszéltük, hogy próbálom majd letartani a VK-t, majd ő előre fog törni, mint a tatár. Sajnos nem sikerül innen elpixelkednem. Közben Vergi meg szedegeti szépen a japán heavy-t, Naumfasza. És azt hiszem, most valamit én ki akarok nézni. Ott van az a Düsnyeknyi Panzer. Lepattantam a heavy-ről. Gyorsan Vergi elkapta. Azt hiszem, most következő nem lesz szerencséje a tagnak. Így is van. Villámba egyet céloztam és 270-nél elküldtem a pitchba. 5-0-ra megyünk, nagyon gyík az ellenséges banda. Én próbálok kinézni a KV-1 sportra. Hát ő a KV-1 gányjában rohangál és goldozik, érthető. Vergi előre ment és most akkor én leszek itt az őrzővédő figyelő KFT. Legalábbis próbáltam figyelgetni a VK30-at, meg az M4-est. Igen, most nem tudtam Vergit megvédeni. Én most nagyon szemmel tartom. VK-tól annyira nem ijedtem meg, mert azt úgy szeregetik, tehát ő annyira nem fog kinézni. Az M4-es meg szerintem trollcsöves és egy darabig ő tölteni fog. Erre is azt hiszem elrontom, igen, elrontottam. Megjött a TOG, igen, ő nagyon marhárodba volt. Ott van Oi, ki fog látszani vele egy darab. Pontosan, mindig AP-val küldöm, 2.18. 2061 damage-nál járok. És azt hiszem 2105 damage-nál járok, ez lesz a vége, mert a többi lövést szimplán elbénázom. Vergi két killnél jár, és ha jól emlékszem, akkor 1600 valamennyi damage-nál jár. Jó, hát ez igazából annak köszönhető, lassabban tölt, mint én. Én már nem találtam el a jelzőtáblától azt a tetves izét, mi a faszom, Jacksont. Bishopról meg, ha jól emlékszem, akkor mindketten szimplán le fogunk maradni. Ha jól emlékszem, nem csalódok. Így is van. Azért kapott egy befejező lövést, hát ha netán nem éli túl. Na, ez egy jó képű kis szakasz volt. Mostában a Vergivel szakaszozok meg Hemivel, de szerintem mire ez a csata fel fog menni, addig bőven december, de inkább január. Nagy nézettsége volt tekintettel. Na nézzük, összegezzünk. Össze-vissza van 3 killünk, abból egy az enyém, 2105 damage, 162 assist, meg patintottam egy lófasznyit. Nagyon jó képű kis szakasz, balé volt ez, csá népek.